Egy színpadi produkció helyszíneinek élete a díszletkészítő műhelyben kezdődik el. Így az operák helyszínei után való kutakodást mi is itt kezdjük Karcag Mártonnal, az Operaház emléktárának vezetőjével. Bár azt hiszem, hogy az operákat helyszínei szerint soha senki nem tipizálta. Nagyon sokféle kimutatás készült, mit játszottak a legtöbbet, hol játszottak, hol játszódik a legtöbb opera, milyen nyelven íródott. De azt hiszem, hogy ez szerint soha nem készült még, hogy miféle helyszínek voltak. Tulajdonképpen számos tipikus helyről beszélhetünk, de igazából ez koronként, stílusonként változott. A kezdetek a 16. századra vezethetők vissza, amikor a reneszánsz ember az antik görög kultúra felé fordult. Egy firenzei művészekből, irodalmárokból és zenészekből álló csoportban merült fel először, hogy felelevenítsék az ókori görög dráma eszményét és alapelveit. Arról, hogy énekelve adták elő a korai drámákat, bár írásos emlékek fennmaradtak, de a zene nem. Ezért gondolják azt többen is, hogy az opera kialakulása félreértés következménye. A kezdeti operák témái is antikok voltak, ugye elsősorban Orfeó történetét dolgozták föl rengetegen. Az első opera az Orfeó, ami Monteverdi tollából származik, helyszíne pedig az ókori görög természeti táj. Orfeónál már megjelenik az a kettősség, hogy nem csak a realista helyszínekről beszélünk, tehát nem csak arról a mezőről, ahol Orfeusz pengette a lantját, hanem hát bizony a dalnok leszállt az alvilágba. Tehát megjelent egy misztikus, soha nem ismert képzeletbeli világ is már a műfaj kezdetén. Később is találkozunk misztikus, soha nem látott tájakkal. Az élet a Holdon egy korai elképzelés a holdbéli tájról, de sosem látott mitikus világként jellemezte M. Tóth Géza is Wagner Ring ciklusának színpadi megjelenítését is. Mégis, a leggyakrabban látott helyszín az operákban az egyház valamilyen megjelenítéséhez kötődik. A kolostori környezet, vagy bármilyen egyházi környezet eléggé tipikus környezet. Éppen attól, mert tipikus, örömmel használták. Akár Egyiptomba, az Ajdába, ahol lehetett egy gyönyörű nagy jelenetet fölépíteni főpapnők tálcával, felvillanó lángokkal, akár a Trubadur nagy fináliába, a második felvonásba egy kolostorkertet bevonuló apácákkal. Ez nyilván egy olyan témakör, ami a kora emberét izgatta, foglalkoztatta, ugyanúgy, ahogy valakit egy kolostorból elrabolni. Ezek nyilván az 1800-as években létező érdekességek voltak. Ugyanúgy, ahogy Puccini is, akinek az egyik nővére apáca volt, nagyon foglalkoztatta ez a téma, és erre írta meg az Angelika nővér című gyönyörű egyfelvonásosát. De talán még jobban megragadható a helyszínek keresése, ha nem kisebb színeket, hanem országokat és városokat vizsgálunk. Például Párizs, a Manon, vagy a Bohém élet, vagy a Köpeny Párizsa, de ugyanígy Spanyolország. Tulajdonképpen az operában az a csodálatos, hogy már a kezdetektől is korlátlanul használták a helyszíneket. Tehát, hogyha megnézzük például a Manon Lescaut, Puccini operáját, a négy felvonás, a négy egészen különböző helyen játszódik. Az első felvonás egy kis vidéki kocsma mellett, a második felvonás egy párizsi palota budoárjában, a harmadik felvonás egy hajnali kikötőben, és a negyedik felvonás a sivatagban. De haladva a történelmi korokon eljutunk addig a pontig, ami megváltoztatja az operák helyszíneinek elképzelését. Ez azt is eredményezi, hogy nem meglepő, ha ma az operajátszás kilép a színházakból, egy-egy alkalommal egészen különös helyszíneket választva az előadásnak. És hát még egy nagyon fontos probléma van, amiről érdemes beszélnünk, vagy kérdés, hogy amikor ezek az operák íródtak, vagy tulajdonképpen a II. Világháborúig, az operák mindig ott játszottak, ahol megírták őket. Ez a világháború után gyökeresen megváltozott, tehát annak ellenére, hogy a szerző hova írt meg egy darabot, az imént említett Manon Lescaut is néhány éve Bécsbe gond nélkül végigjátszották ezt a négy teljesen különböző felvonást egy plázában.